Sziasztok! A januári témámnak ezúttal a hóesést és a szelet választottam. A videó elején látott felvételek az első komolyabb havazáskor készültek, amikor felmentünk a hármas határhegyre havastúrára. Elképesztően gyönyörű hóesésben sétálhattunk, és megfogadtuk, hogy a következő havazáskor is felmegyünk a hegyekbe. Ha van kedvetek, kövessetek Instagramon, ahol részletesen be szoktam mutatni a kirándulásainkat. Ennél a kirándulásnál klassz csúszkálós dombokat is találtunk a hegy túloldalán, ott, ahol a fagyos szél fúj, és egy kurta farkú malac havattúr. A hófúvás ellenére nagyon jól el voltunk a hóban, pont mint gyerekkoromban. Tudjátok, amikor annyira jéggé fagynak a végtagjaitok, hogy a lakásban kiolvadás közben szinte égeti a bőrötöket a meleg víz, vagy pedig a fűtőtest közelsége. Szóval ismét sikerült érzelmeket és emlékeket belecsempésznem a tervezőmbe. Számomra ez nagyon fontos, mert az év végén, amikor végiglapozom az egész füzetet, gyakorlatilag egy érzelmekkel illusztrált emlékkönyvet nézek át. Az idei évben három bullet journal füzetet fogok párhuzamosan vezetni, mivel az eddigi tapasztalataim alapján egy nem elég. Szeretnék egy személyeset, amiben leírhatom a nem publikus terveimet a munkám kapcsán, illetve a magánéleti dolgaimat. Ehhez most Viszkok Fruzsi által tervezett füzetet használom, annyira jó, hogy előre megvannak rajzolva benne a hónapok Fruzsi aranyos és vidám rajzaival, most pont kapóra jön számomra. Nagyon örülök neki, köszönöm szépen ezúton is, hogy megajándékoztál vele, Fruzsi. Nagy hasznát veszem, ugyanis állandóan ez volt a probléma tavaly a különböző bullet journalos rendezvényeken, hogy az előző füzeteimet, amiket már teleírkáltam, nehezen adtam ki a kezemből ismeretlen embereknek. Szóval egy gond letudva. Na de mire kell nekem még kettő bucsó ezen kívül? Szeretnék idén egységesebb kialakítást, ezért lesz egy füzetem, amiben csak tűfilccel rajzolok, és egy másik, amiben pedig a saját grafikás matricáimat és egyéb papírfecniket, vagy pedig az akvarell rajzaimat ragaszgatom. Ezt a két füzetet fogom majd különböző rendezvényekre vinni, ahol ti is belenézhettek, mert nem lesznek kitöltve, és év végén pedig mindkét füzetet fellapozom majd egy videóban. Thank you.
Egyébként ez az aranyszínű füzet egy éve várja már a füzetgyűjteményemben, hogy végre felhasználjam. Első benyomásként először egy negatív dolgot emelnék ki, csak a szokásos lap vékonyságot. Én egy picit vastagabb lapokra számítottam. Az előző füzetem tökéletes volt ilyen szempontból, viszont annál meg a kemény fedelű borító és egyéb tartozékok hiánya volt a problémám. Egyébként tökéletes füzet lenne számomra a Leuchtturm, ha a Duna lapjai kerülnének bele. Persze az sem mindegy, milyen írószereket használunk, de az már egy másik videó témája lehetne. Sikerült átadnom a rajzaimmal a havadás szépségét. Ha van kedvetek, csatlakozzatok a Bullet Journal fanok csoportomhoz, ahol hamarosan megünnepeljük a 2000 fős létszámot. A linkjét megtaláljátok a leírásban. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!